Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves televízió nézőket, rádióhallgatókat. Miniszter úr a Honvédelmi Bizottság tagjaként is dolgozik. Milyen fontos prioritást élvező kérdések kerültek a bizottság elé az elmúlt időszakban? Hát látjuk azt, hogy nagyon sok kedvezőtlen folyamat van az európai politikában, a közvetlen környezetében is Magyarországnak. De a Honvédelmi Bizottság a rendészeti kérdésekkel is foglalkozik. Ezek közül az első probléma az, hogy a déli határokon kritikus helyzet alakult ki, tehát naponta ezres tömegbe próbálnak áttörni illegális határátkelők, Ez már odáig fajult, hogy lőnek is a magyar határőrizeti szervekre, sőt egymásra is, tehát több ilyen kritikus helyzet volt, ez nagyon, nagyon nyugtalanító, és a bizottság ezzel is foglalkozott, de itt van a háborús helyzet, a kicsit távolabb Ukrajna és Oroszország között, tehát van a bizottságnak dolga bőven, de egyébként végzi azt a szokásos munkát, aminek jelentős része egyébként zárt körülésre tartozik. Miniszter úr, az imént említette az orosz-ukrán háborút. A kérdés ehhez kapcsolódik, hogy ön hogyan látja az orosz-ukrán háborúnak a jelenlegi állapotát, a jövőt illetően, illetőleg azokat az elhibázott brüsszeli szankciókat, amelyek ugye nem az egész Európára, nem csak Magyarországot sújtják? Olyan, mintha az Európai Unió szankciói helyett igazából Oroszország szankcionálna minket. Tehát olyan fegyverek, amelyek úgy látszik, hogy önmagunk ellen kerültek felhasználásra. Európában romlik a helyzet, Oroszország pedig továbbra is képes arra, hogy háborúzzon. De a legfontosabb az, hogy legyen béke. Tűzszünet, fegyverszünet, és utána béke, egy fegyvernyugvás kell, mert csak békés viszonyok között lehet egy olyan ország is eredményes, mint Magyarország. És az is feltűnő, hogy a háborúnak egy csomó olyan hatása van, amire korábban nem is számítottak, hiszen az energia hiány, illetve a magas energiaárak az az egyik probléma, de mert az élelmiszerárak is gyors növekedésben vannak, és hát Oroszország is Ukrajna is komoly exportőr. Most már olyan kiesés van például a nemzetközi bónapiacon, búzapiacon, hogy India leállította a kivitelét, amelyik szintén egy jelentős exportőr volt, hogy saját része tartalékoljon. Tehát más exportőrök is elkezdtek tartalékolni a nehezebb időkre, és ez hát bizony az afrikai és más élelmiszerellátási gondokkal küzdő térségek számára nem a legjobb jövőt mutatják. Egy sürgős megoldást kellene találni. És hát az is elgondolkoztató, hogy itt miközben a gabon export megindult, hát olyan elképzelések is napvilágot láttak, hogy alternatív útvonalakat dolgozzanak ki, de Magyarország valahogy ebből kimaradt figyelmesen, hogyha megnézzük a híreket, mert a tengeri útvonal helyett mondjuk Románián vagy Lengyelországon keresztül is lehetne szárazföldi úton exportálni ukrán gabonát. Ez persze az orosz kiesést nem pótolja. Tehát egy elég bonyolult helyzet, de a gabonárak befolyásolják a élelmiszerárakat, döntően a tőzsdéken keresztül, ezek befolyásolják a takarmányárát, az pedig a húsét és a tejét, és így tovább. Tehát, hogyha arra keresünk a magyarázatot, hogy miért magasak most Magyarországon az élelmiszerárak, akkor az egyik fontos tényező ez. Nyilván benne van az energiaáraknak a növekedése is, mert egy ennivalónak 70-80%-a energia, van ahol még több is, szállítási költség, a gépeknek a energiafelhasználása, tárolás, élelmiszeriparban felhasznált energia, tehát ez egy eléggé komoly költségtényező. És akkor ehhez jön még, amit gyakran már itt a sok gond között, hogy hátosodolunk, az a hihetetlen asszály, ami 100 évenként egyszer van, és pont most az ország keleti részében, tehát a Dunától keleti, így a Nagykóságban is óriási pusztítást okozott, megsemmisítette a termést, vagy annak legnagyobb részét, és ez szintén a árak emelkedését idézi elő. Ebben a helyzetben miért fontosak azok az intézkedések, amelyeket Magyarország kormánya hozott a családok védelmében? Hát most a legfontosabb az, hogy az emberek helyzetén javítsunk, hogy minél kisebb teher legyen itt a vállán a családoknak, a
bérből, fizetésből élőknek, nyugdíjasoknak egyaránt. Itt a kormány egy adott mozgástérrel rendelkezik, az országgyűlés adott jogalkotással tudja ezt segíteni, és a mozgástérnek a határa az az ország anyagi teherbíró képessége. Tehát mi az a tartalék, amit föl tudunk használni egy ilyen nehéz időben. Melyek azok a gazdaságfejlesztési források, amelyek arra irányulnak, hogy a munkahelyeket megtartsuk. Ezeket az alapokat a kormányzat, illetve az országgyűlés folyamatosan figyelemmel kísér, és ha kell, akkor megemelik. Itt látható ez a gazdasági társaságok, cégek támogatásánál. De nyilvánvaló, hogy minden vonatkozásban, minden fronton, hogyha már a háborúról beszélünk, a kormány, illetve maga a társadalom sem tud kivédeni egy ilyen csapást, mint hogy az a száj ellen se volt igazán gyógyszer, mert hát minden négyzetmétert nem tudunk öntözni akkor, amikor nincsen eső, sőt a folyókban sincs annyi víz, mint máskor. Itt is egy olyan háborús helyzet van a közvetlen közelünkben, amelyik lassanként az egész világgazdaságot válságos helyzetbe sodorja, annak minden velejárójával együtt. Ilyenek az infláció, ilyen, amikor az emberek útra kelnek, új hazát keresnek, menekülnek, valóban őket el kell helyezni. A különböző rendfenntartó szervezeteket ilyenkor meg kell erősíteni, mert a háború az káoszt okozhat, gyakran nem csak azokban az országokban, ahol konkrétan a hadcselekmények zajlanak, látszik ugye a ilyen élelmiszerrel gyengén ellátott országban is, hogy milyen következménye van, tehát lehet, hogy a Földnek a túlsó oldalán vagy több ezer kilométerre vált ki krízis helyzetet egy ilyen összecsapás. Tehát ebben az összefüggés rendszerben, amit vázalni tudok az adott keretekre is figyelemmel, időbeli keretekre, ebben az összefüggés rendszerben kell elhelyeznünk magunkat, hogy akkor mi miért történik, vagy miért nem történik. Tehát például Magyarország nem mert bele olyan szankciókba, amelyek a saját energiaellátásunkat veszélyeztetik. Mert akinek van elég szene, vagy kőolaja, vagy kikötője, ahol behozza, az viszonylag könnyű helyzetben van. De itt Közép-Európában, mi szárazföldi ország vagyunk, hogyha a Oroszország irányából történő szénhidrogén import leáll, kőolaj, földgáz, akkor itt másnap az élet is teljesen máshogy fog kinézni. Megáll az ipar, megáll a mezőgazdaság is, megáll a közlekedés. Tehát ezért Magyarország helyzete, meg egyébként a közép-európai államok helyzete teljesen más, mint azoké, akik a 1000 kilométerrel vagy 2000-rel nyugatabbra a tengerparton fekszenek. Megköszönöm miniszter úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm.